Sziasztok, én Laki vagyok, és a mai videóban ki fogjuk csomagolni a GTA 5 PC-s verzióját. Ha <laughs> végre! A csomagolás kibontva egyből találkozunk is már a tartalommal. Először is itt van egy, és kettő GTA 5, ugye, mert az egyik balást illeti, aki megnyerte a nyereményjátékot. Na de nézzük is meg, mit rejt a csomagunk. Először is a konzolok szervező voltából kaptunk egy posztert, amin az egyiken szép néni van, a másik oldalon pedig a három főszereplője a kampánynak, Michael, Trevor és Franklin. És akkor nézzük a tényleges tartalmat, te jó ég! Ez a. nem ismerem azt rámondani, hogy DVD-tok, most meg is mutatom, hogy egy normális DVD-tok mellett mekkora a GT-5-nek a tartója. Na de akkor nézzük is a papírdobozt, hopp, itt alul már kis budjant valami, na nézzük meg, mit találhatunk benne. Először is van egy ilyen elsötétített kisebb tok, nézzük is meg, hogy mit rejt. Először is kapunk egy ilyen kis vásárlói ajándékot, ami ad nekünk 1 millió dollárt a játékban, 500 ezret a sima játékban, 500 ezret pedig az online verzióban. És kapuk egy ilyen kis hihetetlen kicsire fogott kézikönyvet, kemény kettő oldal tartalom van benne, ami a telepítési útmutatót írja le a technikai supportot valamint a rendszerigényt. Végül az utolsó kis extra, amit ebben a kis papír csomagban kapunk, az egy hatalmas Los Santos térkép. A térkép egyik oldala csak a várost mutatja közelebbről, viszont a hátoldala az egész bejárható területet. És végre jöhet a DVD-tok. Kinyitva találkozunk kettő főszereplővel. Majd, atya, úristen! Hét DVD. Hét rohadt DVD. Tudtuk, hogy hét lesz, mert ezt már elmondták, de azért látni hét GTA 5 DVD-t egy csomagban azért végig csak elég érdekes. De természetesen a hátoldalon amúgy megtaláljuk a harmadik szereplőt is. Szóval ez lett volna a Grand Theft Auto 5 PC-s verziójának a kicsomagolása. Remélem tetszett nektek ez a videó, és hamarosan elárasztja a csatornát ez a játék. Én már nagyon várom, remélem ti is. Na de én már befejeztem, köszönöm szépen a figyelmet, én Laki voltam. Sziasztok!